Jövő hónap közepén rajtol a háztartási gépek roncs programjának újabb kiírása. Erről mérts el fekét környezetvédelmi tárcavezető számolt be, idén számos újdonságra is számíthatnak az érdeklődők. A roncsautó program mintájára kidolgozott országos szintű projekt célja, hogy a lakosság a régi típusú háztartási gépeit energiatakarékosra cserélje. A beszolgáltatott régi gépekért cserébe elektronikus utalványokat kapnak a programban résztvevők, amelyeket majd új készülékek vásárlására fordíthatnak úgy a programban résztvevő kereskedelmi egységekben, mint online áruházakban is. A program keretében energiahatékony mosogépet, mosogatógépet, hűtőszekrényt, fagyasztószekrényt és fagyasztóládát, porszívót, televíziót, illetve ruhaszárítóberendezést berendezést is lehet vásárolni. Már a legfontosabb újdonság, hogy idén azokat is próbáljuk támogatni a program révén, akik otthonról dolgoznak, vagy gyerekeikkel otthon online tanulnak. Éppen ezért táblagépeket és laptopokat is be lehet majd szerezni. Ezáltal megbizonyosodunk arról, hogy mi is a környezetvédelmi tárca képviselői hozzájárulunk nem csak a számlák csökkentéséhez, hanem a digitalizáláshoz, ahhoz az új rendszerhez, amelyben gyerekeink tanulnak. Egy új laptop beszerzésére 500 lees utalványt biztosítanak, táblagépre 300, hűtőszekrényre, televízióra, légkondicionáló berendezésre, mosogépre, mosogatógépre és szállítógépre 400 lees utalvány pályázhatnak az érdeklődők. A jövő hét folyamán véglegesítik a programban résztvevő üzletek jegyzékét, a kiírás december 15-én indul. A program idei költségvetése 40 millió lej, amely hozzávetőlegesen 100 ezer utalványra elegendő.